irodalom, tankönyv és szöveggyűjtemény. Megtelnek a táskák, sorban érkeznek a kilencedikesek szülei a tankönyvekért. Az elsős gimnazistákkal kezdődött meg a tankönyvosztás az Eszterházi gyakorlóban, míg a fiatalok a gólyatáborban szerzik meg az első élményeket, a szülők beszerzik a kötelezőt. Nem tudtuk, hogy mit fogunk kapni igazából, majd átnézzük. Meg inkább ő, mert ő jobban ért hozzá. Oszlopokban tornyosul a matek és a nyelvtan. Meghatározott rendszer szerint érkeznek az egyes évfolyamok tankönyveiért. Igyekeztünk úgy elrendezni a tankönyveket, hogy évfolyamonként, és amikor jönnek a szülők, diákok, akkor minél hamarabb át tudjuk nekik adni a tankönyvcsomagot. A csomagokért rendszerint felkészülten jönnek, annál is inkább, mert meghatározott szabályok szerint adhatók ki a tankönyvek. A diákok által leadott előzetes tankönyvrendelés alapján az ő általuk rendelt tankönyvcsomagot adom át nekik, átvétel és elismervény és számla kíséretében. Kígyózó sorokra általában nem kell készülni, hiszen arányosan elosztva hirdetik meg az egyes évfolyamok időpontjait.